Megalakult az új önkormányzati ciklus dombóvári képviselőtestülete. Futó Péter, a dombóvári 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője számolt be az elkövetkező 5 éves ciklusban tervezett beruházásokról, fejlesztésekről. Az én képviselői körzetem Dombóváron a legnagyobb területen helyezkedik el, ugye Kertvárosból, Tüskepusztából, Gunarasból, Szilfás pusztából és Mászlón pusztából el. Képviselői célunk az, vagy a célunk az, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a város lakosságával. Dombóváron nagyon elhanyagolt állapotú a közút, illetve járdahálózat. Mindenféleképpen szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben ezeknek a fejlesztését elindítani. Várhatóan Kertváros útépítési projektje jövő évben elindulhat, erre megvan a forrásunk, jelenleg a közbeszerzés tart. Pintér Szilárd, a város polgármestere is letette esküjét. A városvezető bízik abban, hogy az elkövetkező időszakban számos fejlesztés sikerül megvalósítaniuk. 2019-ben elkezdtük, hiszen 2019-hez hasonlóan mind a 8 körzetet megnyertük 2024-ben is. Nyilván ez nem szabad gátat annak, hogy ez a konstruktív együttműködés mentén sikeresen fejlődjön tovább Dombóvár. Sajnos nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen mindenki által ismertek a pandémiás évek, az az energiaárubanás, amely sújtott minden magyar háztartást és így az önkormányzatokat is. De úgy látom, hogy 2024 második felére rendeződnek a dolgaink, és hiszem benne, hogy a 24-29-es ciklus egy sokkal sikeresebb lesz. Sajnos, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nagyon sok restanciánk van, hiszen nagyon szeretünk volna egy új üszodát a térségbe, nagyon szeretünk volna egy új mentőállomást. Én hiszem és remélem, hogy ezek az álmaink most már hamarosan meg fognak valósulni, hiszen az ország gazdasági mutatói abban az irányban mennek, hogy 25-26 lehet az a reális cél, amikor ez el fog készülni. Az alakuló ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Október 1-től folyamatosan az országban mindenhol 15 napon belül alakulnak meg a képviselőtestületek, illetve a közgyűlések. Erre sor került egyébként Tolna vármegye esetében is múlt pénteken, mai napon pedig itt Dombóváron is a képviselőtestület alakuló ülésén vehetünk részt, ahol egyébként a nemzetiségi önkormányzatok is megalakultak. Megválasztották a tisztségviselőiket, illetve a képviselők, polgármester úr letehette az esküt. Én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett június 9-én a választásokon. A város vezetése elkötelezett a fejlődés iránt, a következő időszakban is aktívan szeretnének dolgozni a közösség érdekében.